Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Mess Attila vagyok. Ma október 23-a van, a Gyöngyik ünneplik névnapjukat. 64 éve a mai napon tört ki a forradalom Magyarországon. 407 évvel ezelőtt Bethlen Gábort választotta Erdély fejedelmévé a kolozsvári országgyűlés, továbbá 564 éve meghalt Kapisztrán János, itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei. Először röviden. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik ma a világ magyarsága. A szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt ma Pásztor István és Alekszandr Vučić. Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában. Érkezik a csapadékosabb idő térségünkbe, esős hétvégére készülhetünk. Ma van az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója. 64 évvel ezelőtt, október 23-án Magyarországon kitört a forradalom az elnyomás ellen. Munkások, diákok, polgárok, vagyis az egész társadalom részt vett benne. Békés tüntetéssel kezdődött, majd fegyveres felkelés bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra, illetve a szovjet megszállás ellen. A forradalom végül elbukott. Október 23-a az 56-os szabadságharc emléknapja, munkaszüneti nap Magyarországon. A Magyar Nemzeti Tanács 2005-ben elfogadott határozat alapján október 23-a a vajdasági magyarság nemzeti ünnepei közül az egyik. A vajdasági központi megemlékezést ma Palicson tartották az 56-os emlékműnél. A Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében kultúrműsort láthattak a résztvevők, majd elhelyezték az emlékezés virágait. Idén kicsit más formában a járványügyi előírások betartásával emlékeztek meg Palicson az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseiről. A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem címmel, ünnepi összeállítással készültek a helyszínen. A kultúrműsorban közreműködött a Fokos zenekar és Lőrinc Tímea, az Entai Magyar Kamara Színház színésze is. Ezt követően a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete az eseményt követően elmondta, hogy vannak olyan örökérvényű üzenetek, amelyek majd 7 évtized távlatából is változatlanok. A magyarság soha nem tűri meg az idegen hatalmat maga fölött, és nem tűr semmiféle diktatúrát. Mindig minden körülmények között készek vagyunk, és hajlandóak vagyunk kiállni az igazunkért, és készek vagyunk küzdeni a szabadságért. A szabadság a saját sorsunk alakítását is jelenti. Erről már Pásztor István, a VMS elnöke beszélt. Kiemelte, hogy most bolond időket élünk, ezért szavai szerint az a legfontosabb, hogy leküzdjük a félelmet. A szabadság ott van, és akkor van, amikor leküzdjük a félelmet. És ez az egész idei év, azt gondolom, hogy a félelem leküzdésének a bizonyítéka, akár a 100 év vonatkozásában, akár a vírus vonatkozásában, akár a mindennapok vonatkozásában, akár a választás vonatkozásában. Mert a félelem leküzdése nem csak bátorságot jelent olyan értelemben, hogy valaminek az ember nekifusson, hanem azt is jelenti, hogy adott pillanatokban önmérsékletet gyakoroljon, racionális legyen. Palicson a Szabadságmadar emlékműnél, mások mellett Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja, Hajnal Jenő, az MNT elnöke, és dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Városi Képviselő Testület elnöke is koszorúzott. Az előző években a Járdrán színpadon szervezett 56-os központi ünnepség idén a koronavírus járvány miatt elmaradt. Most lássuk, hogyan zajlott a budapesti központi rendezvény. Katonai tiszteletadással Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke, Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter és Koron Ferenc a Magyar Honvédség parancsnoka jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót ma reggel a parlament előtti Kossuth Lajos téren. A zászlót a himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. A koronavírus járvány miatt idén az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett központi események legtöbbje elmaradt.
A Nemzeti Ünnepek és Emléknapok YouTube csatornáján egész nap játékfilmek és dokumentumfilmek, valamint egyéb az ünnephez kapcsolódó tartalmak láthatók. A forradalom évfordulóján országszerte lerújják tiszteletüket az emberek valamilyen formában, de a járványhelyzet miatt idén általában csak kisebb megemlékezéseket tartottak az önkormányzatok. Orbán Viktor magyar miniszterelnök ma kora reggel Wittner Mária 56-os szabadságharcossal emlékezett meg az 1956-os forradalom évfordulójáról. A Facebookon közzétett videóban az látható, hogy a kormányfő és Wittner Mária egy Gloria Victis 1956 feliratú nemzeti színű szalaggal átkötött koszorút helyez el a 64 évvel ezelőtti forradalom emblematikus budapesti helyszínén a Corvin közben az 56-os pesti srác emlékművénél. Az 1956-os forradalom és szabadságharc örök érvényű nemzeti kiállás volt a szabadság mellett, a mi feladatunk pedig az, hogy többé ne legyünk olyan helyzetben, amelyben a szabadságunkat bárki elveheti. Nem engedhetjük meg, hogy a kommunizmus eszméi újra teret nyerjenek mindennapi életünkben, mondta a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter ma, amikor a magyar köztársaság elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott át Budapesten. Gulyás Gergely a Fárkert bazárban tartott ünnepségen hangsúlyozta. 64 évvel ezelőtt a magyarság szolgáltatott bátor bizonyítékot a világnak arra, hogy számára a szabadság fontosabb, mint az élet. A világ legerősebb katonai hatalmával és a szovjetek magyarországi kommunista helytartóival való szembefordulás számítás és mérlegelés nélküli örökérvényű nemzeti kiállás volt a szabadság mellett, jelentette ki. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományozta Kozma Huba vajdasági kötődésű Kiskunmajsán élő muzeológusnak, volt országgyűlési képviselőnek, a Magyar Demokrata Fórum és a Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetségének alapító tagjának, a rendszerváltoztatás demokratikus folyamatainak előkészítésében vállalt kimagasló szerepe. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megőrzésében szolgáló munkája, valamint országos szintű közösségszervező tevékenysége elismeréseként. A Magyarországi Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói tüntetést szerveztek Budapesten az intézmény modellváltása ellen. Mindannyiunk szabadsága, megemlékezés 56-ról címmel a nemzeti ünnepen. A tiltakozók a Fővárosi Műegyetem előtt gyülekeztek, onnan sétáltak a Szabadsághídon és a Kiskörúton keresztül az Urániához, ahol beszédeket tartottak. A diákok szerint csak autonóm intézményekben lehet minőségi oktatás, erre azonban véleményük szerint jelenleg nincs garancia. Pásztor Istvánt, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét fogadtam a Belgrádban, Alekszandar Vučić. A szerb államfő hivatalos Instagram oldalán tett közzé egy fotót, amelyen kezet fognak pásztorral. A fénykép mellé a szerb elnök azt írta, jó hangulatú, baráti megbeszélést folytattak Szerbia jövőjéről és a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséről. A találkozóról a VMS elnöke is beszámolt közösségi oldalán. Akármennyire is nehéz időket élünk, sikeresek leszünk választás vállalásaink megvalósításában. Ma délelőtt Alekszandar Vučić elnök úrral egyeztettem Belgrádban, írta a Facebookon. A tárgyalás baráti légkörben és a kölcsönös tisztelet jegyében zajlott. Örömmel nyugtázzuk, hogy a VMS és az SHP is készen áll az együttműködés folytatására. A koalíciós megállapodások aláírása a jövő hét folyamán kerül sor, írta a Facebook bejegyzésében Pásztor István. Hálás vagyok a szerb haladó párt elnökének, mert újból annak tette tanúbizonyságát, hogy érti a szándékunkat, érti az igényeinket, és ebben partner kíván lenni. Ugyanakkor azt szeretném mondani, hogy ez a partnerség ez kölcsönös, mert ennek az országnak a fölemelkedése, ez a mi érdekünk is, és úgy akarjuk az országnak a fölemelkedését, hogy abban mi magyarok egyénileg is és közösségileg is boldogulni tudjunk és meg tudjunk maradni. Ez az, ami azt gondolom, hogy túlmutat ezen a mai megállapodáson, és megteremti talán a hosszabb távú, vagy megőrzi a létező hosszabb távú együttműködésnek az esélyt és lehetőségeit.
21 minisztérium lesz az újonnan felálló szerb kormányban, ez derül ki abból a törvényjavaslatból, amely 167 köztársasági parlamenti képviselő támogatásával került parlamenti eljárásba, írja a Tanyug hírügynökség. Három újabb tárca jön létre, ha már meglévők mellé. Az egyik a demográfiával és családpolitikával, a másik az emberi jogokkal, nemek közötti egyenjogúsággal és a társadalmi párbeszéddel, a harmadik pedig a falu és vidékfejlesztés. Foglalkozik majd. A törvényjavaslatról holnap 10 órától vitázik a köztársasági parlament Belgrádban. Vasárnap kiderülhet az új szerb kormány összetétele. Elnökségi ülést tart aznap 10 órától a szerb haladó párt, tájékoztatta a szervezet a sajtót közleményében. Az ülésen szó lesz az új minisztériumokról, továbbá személyi kérdésekről is döntenek. Az SHP ülését követően tartanak sajtótájékoztatót és ismertetik az ott elhangzottakat. Megalakult a szerbiai köztársasági parlament 18 bizottsága. Alekszandar Martinović maradt továbbra is a közigazgatási, költségvetési, mandátum és mentelmi jogi kérdésekkel foglalkozó parlamenti bizottság elnöke, míg ugyancsak a szerb haladó párt soraiból került ki az igazságügyi, államigazgatási és helyi önkormányzati bizottság vezetője, Vladimir Djukanović. Párttársuk Jelena Žarić Kovácsevic a jövőben az alkotmányügyi és jogalkotási bizottságot vezeti. Ebben a bizottságban fog tevékenykedni mások mellett dr. Pásztor Bálint, a PMS köztársasági parlamenti frakció vezetője is. A haladó párti Alekszandar Markovics és Zorán Dragisić, valamint a szocialista Dusan Bajatovics kaptak helyet a védelmi és belügyi bizottságban. Az említetteken kívül megalakultak tovább egyebek között a külügyi, az európai integráció, a környezetvédelem, az egészség és a család, a munka és a szociális kérdések, a kultúra és tájékoztatás, valamint a Koszovó ügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságok is. Minden eddiginél több, 579 új koronavírussal fertőzött szemét regisztráltak Szerbiában az elmúlt 24 órában. 8209 szemét teszteltek, a kór szövődményeiben hárman hunytak el, így a járvány kezdete óta halottak száma 786-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 530 koronavírusos beteget kezelnek, lélegeztetőgépen pedig 24-en vannak. A legtöbb új fertőzöttet 286-ot Belgrádban vettek nyilvántartásba, 40 esetet regisztráltak Kragujevácon, 18-at Újvidéken és 17-et Sabacon. Dr. Darija Kisić Tepavčević ismételten felhívta a figyelmet az óvintézkedések betartásának fontosságára, hogy elkerüljük a vírus robbanásszerű terjedését. A Batut közegészségügyi intézet igazgató helyettese szerint a legidősebb polgárok viselkednek a legfelelősségteljesebben, valamint a legfiatalabbak. Ennek bizonyítéka, hogy a intézményekben nincsenek tömeges fertőzések. A betegség most leginkább a fiatal és középkorú személyeket érinti. To je radno aktivno stanovništvo pre svega i grupa mlađih odraslih osoba koja najviše očigledno i dolazi u kontakt bez primjene opštih preventivnih mera sa većim brojem ljudi. Tako da je rizično ponašanje nekorišćenje opštih preventivnih mera, a povećan intenzitet kontakta sa većim brojem ljudi. Opet napominjem, kao što smo rekli više puta do sada, uzor treba da nam budu naši najstariji sugrađani koji svesni da imaju najveći rizik, se najsvesnije ponašaju, a pokazali smo i u prethodnom vremenskom periodu da i naši najmlađi sugrađani, deca koja idu u škole, takođe se ponašaju odgovorno i savjesno, što svedoči da koronavirusna infekcija u školama je do sada kontrolisana i nadamo se da će tako da bude i nadalje. A koronavírus járvány elleni küzdelembe mától Szerbia minden illetékes felügyelősége bekapcsolódik. A munka koordinálására külön munkacsoportot hoztak létre, közölték az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztériumnál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozására hozott óvintézkedések betartását mostantól az állategészségügyi, a kereskedelmi, munkaügyi felügyelőség és az adóhatóság is ellenőrizheti. A felsoroltaknak eddig nem volt erre szóló felhatalmazások, írja a szerb közmédia.
védje meg magát, ez egyáltalán nem egy naív dolog, mondták el azok a koronavírustól szenvedő betegek, akikkel a Tanyú hírügynökség csütörtökön a Szerbiai Klinikai Központ fertőző osztályának vörös zónájában készített beszélgetést. Mindez arról tanúskodik, hogy a COVID-19 esetek nem csupán statisztikai adatok. A Tanjuk hírügynökség stábja a belgrádi fertőzőbetegségek klinikájának vörös zónájában járt csütörtökön. Védőmaszk, gumikesztyű és sapka, majd védőszkafander kapucnival és végül arcpajcs. Így beöltözve lehet csak bemenni a vörös zónába. A koronavírus fertőzés következtében oda került, súlyosabb állapotban lévő páciensekkel beszélgettek. Valamennyien azt üzenték, mindenki védekezzen a kór ellen, ahogyan csak tud, mert a betegség lefolyása és az esetleges szövődmények is olykor ijesztőek lehetnek. Egy-egy kórteremben négyen fekszenek, a legsúlyosabb állapotban lévő fertőzöttek lélegeztetőgépre vannak kapcsolva. Életfunkcióikat a gépek kijelzőjén kísérik figyelemmel a nap 24 órájában az egészségügyi dolgozók. Az egyik páciens az első tüneteiről számolt be. A bivajhestem a kaste, lagant bítak mirisai. A beteg hozzátette, nem fordult mindjárt orvoshoz, azt hitte elmúlik. Most már jobban van, és mindenkinek azt üzente, tartsák be az óvintézkedéseket, viseljenek maszkot, nehogy úgy járjanak, mint ő. Azt is mondta, hogy fél, de bízik az orvosok szakértelmében. Vannak még üres ágyak, jó lenne, ha ez így is maradna, és nem telne meg a klinika, figyelmeztetnek a szakemberek. Az itt fekvő, koronavírussal fertőzött páciensek többsége nehezen kommunikál, minden egyes kimondott szó fájdalmat okoz. Az idős néni azt üzente, ő nem fél, de a fiatalokat saját tapasztalatából kiindulva óvatosságra intette. A vörös zónából kijövet először a gumikesztyűt kellett alaposan fertőtleníteni, majd óvatosan levetni a teljes védőfelszerelést. Ezt követően, amíg személyzeten, illetve a forgatáson résztvevő stábon maradt ruhával együtt, mindenkit tetőtől talpig fertőtlenítettek. Utána lehetett csak átöltözni. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, tanácsolják a szakemberek. Magyarországon elhunyt 47 többségében idős krónikus beteg és újabb 2066 állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. 54.278-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 1352-re emelkedett, 15.655-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 37.272. 2209 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 200-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon mától kötelező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is, a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent kormányrendelet szerint. A sportrendezvényeken nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzésvezetőknek, versenybíróknak és a segítőiknek. A gyűléseken felszólaló maszk nélkül mondhatja a felszólalását. Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőnek felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására, olvasható a kormányrendeletben. Egész Európában emelkedő fázisban van a koronavírus járvány, fogalmazott Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Facebook bejegyzésében közzétett videójában elmondta, Magyarországon 42 kórházban 2209 beteget látnak el. Orbán szavai szerint a magyar egészségügy állja a sarat, ami értékelése szerint annak köszönhető, hogy az orvosok és az ápolók európai mércével is mérve kimagaslóan teljesítenek. A magyar miniszterelnök az operatív törzs ülése után nyilatkozott, amelyen a maszk használatról és az influenza, valamint a koronavírus elleni védőoltásról egyeztettek. Attól
adtunk elegendő türelmi időt, mindenki megértette, hogy a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése. Utasítottam a belügyminisztert arra, hogy szerezzen érvényt a hatályban lévő jogszabályoknak, és érje el, hogy a maszkviselés általánossá váljon. Az influenzaoltás és vakcina helyzetét is áttekintettük. A házi orvosoknál lehet elérni az oltóanyagot, ingyenes lesz, a költségeit az állam fedezi, a beszerzés, az ellátás és a kiszállítás folyamatos. A 3 évnél fiatalabbak is megkapják az ingyenes influenza elleni védőoltást. A koronavírus elleni vakcináról pedig azt hallhattuk, hogy az összes európai beszerzési programban részt veszünk, de utasítottam az operatív törzset, hogy egyidejűleg tájékozódjon az orosz és a kínai vakcinák előállításának és beszerzésének körülményeiről is. Higgadt volt az utolsó amerikai elnök jelölti vita, Donald Trump amerikai elnök és a demokrata párti kihívója Joe Biden volt alelnök között. A Tennessee államban lévő Nashville-ben csütörtökön este tartott rendezvényen a koronavírus járvány, Biden család üzleti ügyei, külpolitikai kérdések, az egészségbiztosítás reformja, illegális bevándorlás problémája, faji kérdések és a klímaváltozás témái voltak. A vita kiegyensúlyozott, higgadt volt, mindegyik politikus 2-2 percet kapott a válaszokra, és 0,5 percet a viszont válaszokra. Híradónk hátramaradt részében egyéb témák, és ezek most főcímekben. Vajdaság szerte 15 településen tartanak ringató foglalkozásokat az MNT jóvoltából. Hétfőn újabb megmérettetés vár a TSC labdarúgó csapatára, folytatódik a Superliga. Horgoson is megemlékeztek az 1956-os magyar forradalomról, szabadságharcról. A helyiek rövid alkalmi műsorral készültek, majd a 2015-ben felavatott emléktáblát is megkoszorúzták, amely a forradalom idején Vajdaságba menekült magyaroknak állít emléket. A rövid alkalmi műsor keretében felléptek a helyi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület tagjai, valamint a Kárász Karolina Általános Iskola diákjai versekkel, szövegrészletekkel emlékeztek meg az 56-os eseményekről. A 20. században szabadságharc tört ki Oroszországról Magyarországra mentek az oroszok, és a menekültek itt jöttek át Horgosnál, nagyon sokan haltak meg, és róluk is megemlékezünk. Az emlékezőkkel Vas Zoltán történész ismertette az 1956-ban Magyarországon zajló történéseket, valamint a Horgoshoz kapcsolódó emlékeket is felidézte. 1956-ban már a forradalom kitörésekor megindult egy menekült hullám, aminek részese volt Horgos is, és a menekültek fogadásában a település is kivette a részét. Majd miután a forradalmat novemberben a szovjetek leverték, azután ez a menekült hullám nagyon felélénkült, és nagyon sokan pont Horgos környékén lépték át a magyar határt, és egy szebb, jobb életbe bízva próbáltak menekülni. Az alkalmi műsor után megkoszorúzták az 1956-os emléktáblát is. Az emlékezés virágait Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Kanizsai Önkormányzat, a Horgosi Helyi Közösség és a Vajdasági Front képviselői helyezték el. Évvel ezelőtt, október 22-én és 23-án vonult be a jugoszláv haderő Újvidékre. Ennek kapcsán tartottak ma megemlékezést a Dunaparti városban. Az évforduló alkalmából megkoszorúzták a háború áldozatainak tiszteletére állított emléksírt, majd a városházán ünnepélyes keretek között elismeréseket adtak át. Októberi díjban idén Nebojsa Kuzmanovics, a Vajdasági Levéltár igazgatója, Újvidékváros önkéntesei és a Vajdasági Klinikai Központ fertőző osztálya részesült, míg novemberi oklevelet Irinej Bulovics bácskai pravoszláv püspök, továbbá az Újvidéki Egyetem orvostudományi karának, valamint az Újvidéki Város könyvtár illetékesei vehettek át. 9. put imam tu retku privilegiju, da u ime svih novosađana čestitam najboljima među nama. Ali prvi put mogu da im zahvalim na tome što su nam spasavali živote.
da kažem jedno ogromno hvala na bezrezervnoj borbi i hrabrosti, na tome što ni jednog trenutka nisu odustajali, što ni jednog sekunda nisu posustali, što su radili izvan granica ljudske izdržljivosti, što su padali od umora, ali nikada nisu rekli ne mogu, što nam nisu dozvolili da budemo kukavice. Početak marta nam je svima promenio živote, a medicinske radnike stavio pred najveće izazove. Prvi pacijent od COVID-19 lečen je u Novom Sadu i izlečen. Október 25-e, az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából tartott ma sajtótájékoztatót az Entai Alapfokú Bíróság. Az esemény keretében Stajic Mariana, a bíróság szóvívője ismertette az intézmény munkájának utolsó 9 hónapját. Elmondta, az elmúlt időszakban összesen 5238 tárgy volt folyamatban, ebből szeptember 30-áig 3492-t oldottak meg. Jelenleg 2 személy van vizsgálati fogságban családon belüli erőszak és személyremsértés miatt. A rendkívüli állapot idején a kormány intézkedéseinek megszegése miatt előzetes eljárást 7, míg büntető eljárást 14 esetben indítottak. Az eseményen Pozder Valéria bíró újra bemutatta és népszerűsítette a mediációt, mint a peren kívüli közvetítés lehetőségét, mert a lakosok még mindig nem ismerték fel a pozitív előnyeit a bírósági perrel szemben. A mediáció azonban kevésbé formális eljárás, flexibilis és nem formális, kellemes atmoszférában történik. Önkéntes eljárás, magánjellegű és bizalmasak a beszélgetéseket, amik a felek és a mediátor lefolytatnak. Tárgyalások folynak, azokra összpontosít, azokra dolgokra, amelyek ben a felek egyet értenek. Vajdaság szerte 15 településen tartanak ringató foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából. A Vedőlbe ringasd és énekelj vezérfonalat követelve a rendezvényeken kisgyerekek és szüleik vesznek részt. A Kárpát-medence szerte népszerű foglalkozást ezúttal Kúlán is megszervezték. A koronavírus járvány miatti kihagyás után október második felében Kúlán is újra elindultak a ringató foglalkozások. Miocs Andrea az előző alkalmakon is részt vett nagyobb kisfiával, most pedig a kisebbel is eljött. Nekem tetszik, és úgy látom, hogy ő is most a kicsi, ő 10 hónapos, úgy látom, hogy ő is élvezte. Úgy látszik, hogy ez a korosztály, ez jobban neki való. És hát fontosnak tartom, hogy ugye minél többet a gyerekkel foglalkozzunk, ameddig igényli, mert aztán gyorsan megnyűnek, és akkor már hiába szaladunk utána, akkor majd nem engedi. Vajdaság szerte 6 pedagógus tart foglalkozásokat. Hardik Lem Katalin kisgyermekes anyaként járt először ringatókra, majd pedig ő is elvégezte Magyarországon a képzést. Csellóval, furujával, dobbal és egyéb hangszerekkel teszi színesebbé a foglalkozásokat. Ebben a fél órában annyi útmutatót ad a szülőknek, nagyszülőknek, hogy hogyan játszanak a gyerekekkel. Tehát, hogy mit énekeljenek, mit játszanak, milyen körjátékokat, mit meséljenek. Tulajdonképpen, tehát ezek a hangszerek bemutatása is. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy kisgyereket ennyi inger éri ebben a fél órában. A ringatót negyed évszázada álmodta meg Gró Ilona, és Magyarországról kiindulva nagy népszerűségre tett szert az egész Kárpát-medencében. Vajdaságban a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából valósulnak meg a félórás foglalkozások. A népi hagyományokra, a népi dalokra, a népi játékokra támaszkodik ez a program, és amelyen kisgyermekek és szüleik vesznek részt, tehát mintegy 3 éves korig vannak itt jelen a gyermekek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kisgyermekek is már egy közösséghez tartozzanak, ahol tudnak szocializálódni, így hát többnyire kis településeken, helységek tartjuk ezeket a foglalkozásokat, ahol valójában nincs erre lehetőség. Jelenleg Vajdaság 15 településén rendeznek ringató foglalkozásokat. A járvány miatt tavasztól egy hosszabb szünetet tartottak, de ősztől lassan újra megszervezik kisebb számú csoportokban.
Néhány szó az időjárásról. Az este folyamán felhősödés kezdődik Szerbia északi részén. Szombaton már borult égre, csapadékra számíthatunk. Jelentős hőmérséklet csökkenés azonban nem várható. 16-18 fok körül alakulnak majd a csúcsértékek Vajdaságban. Vasárnap változóan időnként erősen felhős lesz az ég. Helyenként eső is lehetséges, 16 foknál nem lesz melegebb. A jövő hét elején csökken a csapadék hajlam, és időnként a nap is kisüthet, a hőmérséklet azonban 20 fok alatt marad. Hétfőn újabb megmérettetés vár a topolyai TSC csapatára, ugyanis folytatódik a szerb labdarúgó szuperliga. A Zentai stadionban látják vendégül a belgrádi Csukaricskit. Szabó Zoltán szerint az ellenfél egy nagyon jó együttes. A tavalyi és az idei szezonban is folyamatosan egy ponttal a TSC előtt álltak, tette hozzá a topolyaiak vezető edzője. A mérkőzést október 26-án hétfőn 17 órától játsszák. Hétfőn már újabb bajnoki mérkőzés vár ránk a Csukaricskön vendégenként a Zentai stadionban. Csukaricski egy jó csapat, azt megmutatta a tavalyi szezonban, az idei szezonban is itt vannak előttünk egy pontra. Szeretnénk őket legyőzni, de tényleg egy nehéz mérkőzésre várok, mert jól össze van rakva a Csukaricski csapata. Minket az biztat, hogy jó formában vagyunk, a Pazár ellen is jól játszottunk, Krusevácon is a Trál ellen meg vagyok elégedve a játékkal, úgyhogy remélem, hogyha valami hasonlót fogunk bemutatni a Csukaricski ellen, akkor győzni fogni tudunk. Esti híradónk véget ért, és ezek voltak a nap legfontosabb információi. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik ma a világ magyarsága. A szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt ma Pásztor István és Alekszandr Vučić. Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában. Érkezik a csapadékosabb időtérségünkbe, esős hétvégére készülhetünk. Megköszönöm a figyelmüket, további hírek, információk honlapunkon, a pannonrtv.com-on találhatók, ott egyébként riportjaink vissza is nézhető, kiadásunkban beszámoltunk róla, most itt a televízióban pedig teljes hosszúságában az 56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére Palicson szervezett vajdasági központi megemlékezést láthatják felvételről. Szép estét, viszontlátásra!